Sen me gardas et me A Várkert bazárt és a hozzá kapcsolódó lépcsősort 1883-ban építette Ferenc József császár a feleségének. A terveket Ybl Miklós készítette. A komplexum egyik funkciója szerint innen indultak a lépcsők a Várnegyedben kialakított reneszánsz hangulatú kertek felé. A lépcsők két oldalán a boltívekben kaptak helyet az egykori kisüzletek, azaz a bazár. A kereskedelem azonban valami miatt nem volt sikeres a területen. Az üzletek bezártak, egy ideig kőfaragó műhelyek működtek a helyükön, az épület tetején pedig a Budai Ifjúsági Park várta a fiatalokat. Ez utóbbit is bezárták azonban 1982-ben, mert az épület egy része beomlott. Azóta egyre rosszabb állapotban van a bazár, amelyet már a világ 100 legveszélyeztetettebb műemléke között tartanak számon. Nem illik azokat a kifejezéseket használni, amilyen állapotban ez van. Ezt Ágos Házi László Ybl-díjas építész mondja, aki egy ideig az IKOMOSZ hazai képviseletét is vezette. A Citromdíjjal is erre szeretnék felhívni a figyelmet. Ezzel szembe kell nézni a jelenkor társadalmának, a jelenkor illetékeseinek, a főváros illetékeseinek, az országos illetékeseknek, hogy ilyet szabad-e, illik-e nekünk világörökségi elem egyik részével elkövetnünk. A terület teljes restaurálása, illetve kihasználása 2006-os számítások szerint is jó 15 milliárd forintba kerülne. Némileg tehát érthető, hogy a beruházó cég olyan funkciókkal töltené meg a bazárt és a mögötte lévő parkot, amely nyereséget is hoz számára. Szóba került már mélygarázs, konferencia és üzletközpont építése egyaránt. Szerettük volna a céget is megkérdezni, de ők nem akartak nyilatkozni. Egy biztos, az eddigi tervek nem kaptak zöld utat. A bölcsekkövének persze az IKOMOS sincs birtokában. Nem találta ki még a ma társadalma, hogy mi legyen. Egy biztos, hogy üzletek látszik, korábban sem mentek, ma sem mennének. Ágost Házi László az eredeti funkciók visszaállítását látná legszívesebben. Ez a terület, ez csak arra lenne alkalmas, hogy megint meg lehetne nyitni úgy a közönség számára, hogy innen is föl lehet jutni a Várkertbe, a parkba. A gyerekkoromban még úgy emlegettük, mert én is ilyen vízivárosi gyerek voltam, szüleim is, mi is úgy emlegettük, hogy az ellipsz. Ez így volt a köztudatban. Ezzel együtt az egykori palotakertet is rendbe kellene hozni, mondja az Ybl-díjas építész. Mindez persze csak egy elképzelés a lehetséges megoldások közül. Nem lehetne valami társadalmi brainstormingot rendezni, hogy emberek, mire használjuk, mire kell nekünk? Hogy mire szeretné a beruházó Kft. És a vagyonkezelő KHT használni az épületegyüttest, valamint hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a világörökség részét képező Várkertbazár ne enyészen el teljesen, azt egyik szervezettől sem sikerült megtudnunk.